Szeretett bánott, amikor megismertem papnagybátyámon keresztül, akkor nekem egy ilyen nehézség volt ez, hogy mi az, hogy szeretett bánott. Tehát a szeretet az látható, az nyilván. De ez hogy vagy, mi vagy, ki ez vagy, mi ez? És akkor rájöhettem arra, ahogy egyre jobban foglalkoztam vele, hogy a szeretetem semmi más, föltörténet talán legnagyobb csodája. A szüzenet szívében fogadt élet. Ez a szeretet áll. És amióta ebben a hitemben cselekszem, azóta mindig sokkal-sokkal jobban jár. Miért? Mert fogja a kezem. Azt mondja Szent II. János Pál pápa, hogy a legbiztosabb út az Istenhez Márián keresztül vezet. Márián természetesen nem szabad imádni, de nagyon kell szeretni. Imádni az Istent. Thank you.
az egyetemes törvény és az ősz törvény. Igen, keresztelő Szent János esetében is az angyal szól Zakariás. És Zakariás is kérdez az angyal, hogy tudom meg mindezt, és még mond egy pluszt, jelentélek. Bocsánat a humoré. Néma van az ajtás, addig az a jel. Itt pedig nem azt mondja az angyal, hogy Marika, te meg sikerül maradszol. Miért? Ezt azért teszi, mert Zakariás nem hitte el. Tudni akarta. De a szűzanya pontosan ismerte proféciákat, és tudta, hogy ennek be kell következni, de hogy ő legyen az, arra nem gondolom, hogy mindenáron ő azért fogadott szüzességet, hogy ő legyen az Isten egy szülő, fiának a mamája. Bár minden izraelita hölgynek ott volt ez a lehetőség. De ki volt az, aki nem tudott fogadni, pedig nagyszerűen éltek hívő módon? A rokon, Erzsébet viszont annak ellenére, hogy biológiailag ez már lehetetlennek tűnt, fogad. De erről nem tudok Mária. Viszont valamit csak csinál. Azt mondja a lelki vezetőm családot, amikor én ezt vele megosztottam, kicsi fiam. Ezt nyugodtan hiheted, nem mindenki biztos, hogy tudja ezt még fogni, de nyugodtan tovább is adhatod. Ez nem azt jelenti, hogy én egy csoda lény vagyok, bár szerintem hogy mindenki csoda, és minden ember egy külön csoda. Tehát a szűzanya, ez hipotézis. De nagyon kikövetkeztetett. Nem azért vállal szüzességet, jól lehet, amíg a templomban szolgálattevő lány volt, addig szüzességet. És amikor már felserült, hölgy lett, és elegyezte magát Józseffel, eljegyezték egymást, de szüzességi fogadalmunk volt, miért lehetett, hogy minek felajánlása lehetett ez a szüzességi fogadalom? Nem muszáj elfogadni, de érdemes belegondolni. Mert ki következtethet? Valószínű, a szüzességi fogadalmát felajánlotta az Istennek, hogy Erzsébet, aki olyan nagyszerű hívő asszony volt, férjére lett Zakariás, rokonai, annyira szeretnének gyereket, és annyira látszik, hogy mennyire megvetik őket. Még azt is gondolhatják az emberek, hogy ezek csak olyan hívők. Lám az Isten ajándékozza meg őket gyerekkel. Uram, legyek, én átvállalom Erzsébetnek ezt a fájdalmát, hogy én szűz vagyok, és de viszont neki adja a gyereket.
föl kéne idéznem szó szerint, én mindig mondom a papjainknak, hogy ott álljunk meg. A második válasz után az angyal még elmondja nevét is a fiát. De Erzsébet még mindig nem válaszol. És kérem, amikor fölolvasok a Bibliát, talán jól is tettem volna, amit kihozom a Bibliában is olvasom, ott mindig kérem, tartsunk egy kis szünetet. Mária válaszol. Ennek fogott nincs. És kell tartani egy kis tanulmányt. És Mária még mindig nem válaszol. És akkor az angyal azt mondja, egyébként Erzsébet unokanővére x-edik hónapban van. Erre mit mond a szűzanya? Íme az anyának szolgáló leáll, legyen nekem a te igényszer. Pedig még nem beszélt Erzsébettel. Akkor miért mondja ki most az igent a fiúra? Atya, Szentlélek, fiú. És ki mondja? A Szent Háromság is egy Isten. Helyes kifejezés
nem ez. Társ a megváltásban. És ha ezen elgondolkodunk, mert megváltunk csak egy. De a legnagyobb társa a megváltásban, az biztos, hogy várja. És mindannyian, akik az ő útján járunk, a nagy megváltásnak a művébe beállhatunk. Mi is várja a társadalmunk a megváltásban. Ezért mondja Szent II. János Pál pápa, hogy a legbiztosabb út az Istenhez, Márián keresztül vezet. És az Isten egy személyben, egy Isten van három személyben. Látják, hogy milyen kapcsolatban van Máriának az Atyával, a Szentlélekkel és a Fiúval? Szent háromságos kapcsolat. Erre aztán sok minden láthatunk. Akkor talán meg is érjük, mikor azt mondja Fülöp az Úr Jézusnak, hogy Jézus, mi mindent érjük, de mutasd meg nekünk az Atyát, akkor már nekünk mindenet meg. És hol használja az atyai erejét először az Úr Jézus? Földi életében, a Biblia szerint, az evangélium szerint először a kánai mennyegző használja az atyai erejét. Ezt is érdemes jól ma másnap olvasni. Mikor Szent II. János pápává meglőtték, őneki volt ez a mondata, és amióta én ezt tudom, úgy vagyok vele. Én már nem csak egy hetenem több éve, ha már gondolok, mindig meg megállom. Mikor gókosára, hát hányan vagyok, az ölébe ment a vallásra, ment szikerére. Kérem szépen, amikor megölték a pápát, Akcsa, hasonló eset történt nála. Nem bántotta Akcsát Szent II. János pápát. De nézzük meg azt a lövés pillanatát, mert ott is ott van a mama. Meglőtték a pápát, lefotózták, de sokan voltak ott. Egy fotósnak nagy, egy ilyen zarándoknak vagy, nem is tudjuk kinek, dokumentálták, nem is tudom a nevét, lefotóztak. Hát többen, de egy lefotóztak, nagyon hamar, nem látott ő semmit. Csak azt látta, hogy lövést kapott a pápa, nem esett el, hanem így járt. Így járt? Nem így járt. Így járt. Tehát nem a golyót ölelte magához, de közötte levegő van. Így járt a pápa, és előre kellett volna esni.
életét Karel Wojtyla, Szent második János Pál pápa. Csehszlovákia. Az meg, hogy került oda a fekete madonna? Nagy Lajos királyunkon keresztül, páposokon keresztül, Mária Nosztra. Még hogy Mária levet belőlünk a kezét. Soha. Thank you.
Itt megy a golyó, itt megy tovább. A kettő között ott a főütőjén, a szép kellett volna jócsolni. Mi történik? Hogy? És akkor Szent Atyán, Szent II. János pápa azt mondta, a mama. Én az volt a mamának. Meg megáll. Úgyis erre a titulusra szánta az Úr Jézus, tényleg ott a kereszt alatt. No de, miért tudott ez a pápa ilyen finoman, gyermeki módon fogalmazni? Azért, mert eucharisztikus pápa, azaz szeretett város pápa. Azért, mert az eucharisztia az a szeretett lány. Kimentek az orvosok, bejött a titkár, meg az apácák, ugye lengyel apácák voltak vele. Aztán, jaj, Szent Atya, jaj, te ott tetszik, hogy ott tetszik, hogy ott tetszik. Persze jöttek meg rá, hogy ilyen van neki. Milyen nap van? Mondták, hogy milyen nap. Akkor azt mondja, hogy elmond még a hatása, hogy egy kicsit mélyre lehetett éve. Ébredés jött ki belőle, fájdalmas jelentett az altató, és lehet, hogy morfin, nem tudjuk mi volt. Mondta, hogy jól van, akkor tegnap volt szentmisén, ma még nem. Készítsétek el. A pár kívult, hívjuk a Jézusban. Föl akartam, kellett a titkán is. Szent Atya, a pápa engedetlen, akkor a dublán lesz. Pont a pápa enged, megmondták az orvosok, nem szokott fölkelni, tessék! Én azt kértem, hogy készítsétek elő a szentmisét. Szent Atya, kirondta a helyen, lapácát is, hogy jöjjenek bele, nincs, van, és egy kicsit. De Szent Atya, nem, azt megint kimentek, megint bejött a titkárba szobába. Szent Atya, nyugodjon meg, legyen szíves. De jó Isten tudja, hogy most magának nem szabad fölkelni, hogy nem haragszik, nem akarok elemondani magát, de meg nem készítjük elő a szentmisét magának. Majd én imádkozok, és mi is érzem magáért, azt mondta. Köszönöm, de nem tudjátok, milyen lelkület lakik bennetek. Mit mondott az Úr Jézus Péter? Mert te miért szent vagy? Hát megértette? Meg. Hogy? Hát itt az ágyra hozunk ezt az ágyeszkát, tudják. Hát arra készítsétek elő a szentmisét. No de Szent Atya, fel kell akarni sírni. Miért? Szabad föl kellene. Nem a pozitúra a fontos, hanem a lelkület, a jávóság ez. A fickó ebbe az állapotba
Szent Isten. Hogy? Azért, mert pápa lettem, meglőttem. Most ő, meg itt vagyok ebben a jó klinikán. Meg már ki is vették a golyót. Akkor most a kicsit. Ezeket azért mondtam el, mert az Eucharisztia évében vagyunk még, és az Eucharisztia az, nem az, mert ő az, aki megmenti majd ezt a egyre borzasztó állapotba levő emberiséget. Látsz, hogy hihetetlen küzdelem. De ha elolvassák a Bibliát, akkor majd látják azt, hogy ennél majd Krisztus 1000 éves. Ugye az évek száma az mondjuk a Bibliában, az nem konkrétan évet jelent, hanem egy szakaszt. Ennél
csak az Eucharisztia. És az első tabernákulum ki volt? A szűzanyag. Ki hozza el nekünk ezt az eucharisztikus kiadalmat? A szűzanyag. Most kereszt óta Mária kezében vagyunk. Nézzék meg, onnantól kezdve, ahogy az emberiség egyre jobban megtagadta az Isten, a szűzanyag egyre többször látogatja a Földet. Hol látogatta meg az újkorban legelőször? Hol? Lászlóban. Másodszor hol? A Rüimában. Csodás ide. Harmadszor Lúdban. Még? Mert Európában és a földkerekségen az isteni tagadás beloppantása a nagy francia forradalommal történt. És mi? Mi volt Franciaország? Az egyház első lánya volt. Hát hol támadjon a fickó? Csak úgy értsék. Mondom most, hogyha ez kikerül a világháború, aztán vállalom. Diákjaimnak is az egyetemen. Csak úgy tudom megérteni a reneszánszot, mert nem érik. És a romantikát és a többi más stílus, ami megy így egymás után. Ugye mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése. De mi a jó? Mi az Istennek jó? És mi a rossz? Ami az Istennek rossz? És azt elmondta, hogy annak milyen forgalmi rendje van. Az a kis parancsolat. Az első táblán vannak az isteni parancsolatok, a második táblán vannak az emberi parancsolatok. Aki csak az első hármat tartja be, az fanatizmusnak szemben. Imádatlanul a szomszéd hülye. Dzsihád, vallásháború, szomszéd. 14-ben a kijevi patriarchátus levált a moszkvairól. Rá 8 évére ez van. És most már kijevi patriarchátus három részre szakad. Oroszra, ukránra, meg nem tudom miért. Vagy az inkvizíció. De az Úr Jézus nem végezte ki Júdást. Se a többi apostol, pedig a Getsemánekben minden volt. Azon minden esetre érdemes elgondolkozni, se a názáreti, se a jeruzsálemi rabbi képzőből nem vett föl senkit a tanítványai közé. Most erről ne beszéljünk, de ezen érdemes elgondolkozni, hogy mekkora lehetett a baj ezeken a teológián. A nagy teológusok egyébként észrevették, ha jobb embert meghalni, mint az egésznek. Tehát ők tudták, hogy kicsoda, csak nem hitték. Mert más Jézusba követnek, más megváltotta. Tehát a reneszánsz újra újjászületés. Kérem szépen, aki csak az első táblát tartja be, az fanatizmusban szem. Aki csak a második hetet tartja be, az humanizmusban szenved. Mi mindenki tud szeretni. Hát én katolikus vagyok, mi mindenki tud szeretni. És milyen törvény van? Hát csak úgy, hol így, hol úgy. Komorista, komorista mondom, akkor a kemény kicsimuszákban is nem lehet. Liberális, liberális, akkor a kicsimuszákban is nem lehet. Nem muszáj ki. Nem áll miért délálkozni, de nem engedni. Jó, hát te az vagy, tehát ide figyelj az tévedés, vagy imádkozok éppen. Nem ütöm nagyon. Mondom én is azt hittem, hogy liberális keresztény van. Hát sokáig én azt hittem, hogy a gyereket beírod a mintára. Az a milyen vallásod? Mondom, katolikus. Milyen katolikus? Nem katolikus. Hol meg katolikus? Aztán rám nézett a pap, biztos furcsa.
még van Isten, olyan rosszat csinál, rendben rosszat. Ez a nominalizmusnak kezdő. Erre jött a sok protestantizmus, erre jött az ellenreformáció, erre jött a barokk. Akkor meg túldíszítettek mindent, akkor volt a bűnbánatot, na erre jött a földvilágosodás. Első tálban volt a második helyen, első helyen volt a reneszánszban az emberi törvények, és a második tálban volt az isteni törvények. De hát most már a felvilágosodással az isteni törvényeket elhagyjuk, maradtak az emberi törvények. Oda pedig ideológia alapján mindig kell tenni egy Isten. Hol pirosan, hol kéken, hol nemzeti tartán, hol globális emberek, hol néhány szürki. Én függetlenre soha nem szavazom. Hát ő nem tudja, hogy kicsoda. Akkor hogy lesz számunk kérni? Nem értél nem szerintél? Csak úgy. Ahol? Csak jut eszembe. Jól szavazni, elmegy gyakorlás. Rosszul szavazni, szabad akarat használ. Butaság. Tudatosan rosszul szavazni, bűn. Nem szavazni, halálos. 2004. december az ország 62%-a Szent István, amikor megkapta a koronát, a római levélből ezt választotta eleink, ha bárhova mentek csatába, mindig így indultak. Ha Isten velünk, ki előtt. Ez Magyarország jelentett. Nem tanulják az iskolába, nincs csatába fölé-fölébe. Még katolikus iskolába sem.
De sehol nem tagadták meg a Szent Háromságos Egyistent, és csináltak egy keresztény hitet, mint a magyarok, Szent István földjén, Szűzanya országában. Unitarizmus nem bánta őket. Azt kérje a Szűzanya, ne bántsátok a más keresztény felekezetet. A jó szándékú Isten kereső más felekezetben lennünk is, az eucharisztikus tudatalomnál ott állnak, hogy ne lehetek. Csak ti tartsatok ki, és imádkozzatok, kérek. De tudjátok, hogy nekik még hiányzik. Hol a faj? Hol a relativizmus vagy racionalizmus? Elfogja őket. A teljes igazság. Mert túl az út az igazság és az élet. De most már ott tartunk, hogy a második tábor első kettő intése. Azért mondjuk tíz parancsolatnak, mert aki megérti, annak a jó Isten már nem parancsolja, hanem ajánlja. Aki nem érti, annak nem muszáj parancsolni. Hogy hát, mondhatnánk azt is, hogy tíz legfontosabb kérdés. Mi a negyedik, ugye a második párban, a hét parancsolat. Mi az a hét parancsolat? Mivel kezdjük? Apádat, anyádat tiszteljük. Tehát, Isten, aki a kapott létet, az apán és az anyán keresztül kapja. Tehát, egy tőlőről származunk. Férfitől és férfitől sose leszik. Nőtől és nőtől sose leszik. Az abelizmus. Ez most túl. Rá akarják kényszeríteni az emberiség. És mi, kedvesek is, ideológiát is találunk hozzá, hogy túl népviselőt a föl. Én a Bibliában gondolkosok, sokosodjuk, népesítsük benne a Földet. Az igaz, hogy nem mindegy, hogy hogyan. Nekünk elsősorban példát kell mutatni. Hiteles keresztények kell, hogy legyünk. És ez csak legjobban az én meglátásom. Márián keresztül megy. Majd figyeljék meg, nincs messze, hogy a mama fogja elég nézni, bocsánat a szó, kelet és nyugat kereszténységének az eucharisztikus találkozóját. Majd figyeljék meg. Nagyon közel. Egy-egy példa. Például, csak hogy mondjam, kedves barátom, református testvérem, miniszterelnök, tegnap oda nyilatkozott, hogy nem hajlandó, hogy civil pártiát kiközösítse Európa. Hogy szankcionálja. A legszörnyűbb ízmus, azt mondják a pápa,
kidarjanak a legjobban. Nem is a szocializmus, nem is a kommunizmus, nem is a liberalizmus. A legszörnyűbb a relativizmus. Minden pár, 16. Benedek, II. János pápa, Ferenc pápa, mind kéri. Vigyázzatok, ez a legcsinosabb izmus. Miért mondja? Azért, mert a relativizmus azt hiteti el, akarja elhitetni a világot, hogy mindenkinek igaza. Ez nem. Ő az út, az igazság és az élet. Azon az úton kell járnunk, hogy eljussunk az igazsághoz. És az igazság már nem keresztül kaptunk. Az Atya akaratából, a Szentlélek eléből, és erre Mária rá kellett mondja az igen. A relativizmus a legsátánibb bizony, mert a lélekben, hogy van, Bibliát, ne adjatok teret az ördögnek. Mólincs mondta, hogy írja, légy jó, mint halál. Hogy mondjuk a kölyök, ez nyelv. Aztán ne szélhámoskod kisfiam kislányom, ne légy szeles, József, ne légy szeles. Bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan szépen. Ahogy a csillagnak az ége, úgy érdem. Én ezt a pontosan szépen nem értettem. Micsoda esztétika ez? És mikor itt volt II. János pápa először, mint pápa Magyarország és a Tudományos Akadémián tartott egy beszédet, a predikációt, Lécsérdesek, Jelös, Krezdus, mondtuk minden öt járnak, Szent és Már, Lószár, Magyar, Magyarország, Lépte, és folytatta, és aztán már fordították, fönt van a YouTube-on, elolvashatják szofisztikáltan, így belenézett a kamerába, ott volt ott a politikusok, tudósok, művészek, aki befér, aki nem fér be, az a tévén nézhetne, és így rávetődő. Az önök felelőssége, innentől már maguk is, az önök felelőssége, hogy a jövő nemzedéke az igazság, a jóság és a szépség harmóniájában nőlé föl, vagy sem. És a sorrend nem mindent, mert a szépet veszem előre, ez a világ. Jót veszem előre. Ez a szokás. Most meg ez a trend. És akkor mi az igazság? Relatív. Na ez a tök, ez az ős káosz, hogy mindenkinek igaza van. És mindenki. Eljutottunk a nominalizmustól. Én vagyok az Isten, megmondtam a tíz parancsolatot. Én vagyok, én vagyok. Két út van előttünk, melyik a napalában, napfalott. Két út az Isten törvényünk és az ön törvényünk. Az ön törvényünkség idegen szóval egoizmus. Minden izmus az egoizmusból ered. Legyen az bolsevizmus, liberalizmus, nacionalizmus, fasizmus, globalizmus, aberalizmus, relativizmus, nihilizmus. Szerintem a jó Istennek legjobban. Nem vertikális, nem mélységű és magassági, hanem csak horizontális katolicizmus fájára. Isten előtt, középkori szent és művők, és azt mondta, nehéz bűneim nehezek lesznek, de nem lesznek olyan nehezek,
fölmaradjak a víz tetején, és ne fulladjak meg. Lehet, hogy még többet kéne. Persze, önmegtartóztatni is kell, mert az ima önmegtartóztatás nélkül fecsegés. És ima nélkül az önmegtartóztatás forogó. De a kettő együtt, ebben a tanítványok is belestek a hibába. Menjetek! Ne vigyetek magadra se pénzt, se semmit. Jönnek az ördögtől megszállottak és meggyógyultak. Hát jó kell állítani a Bibliát. Kicsit finoman helyre teszi őket az Úr Jézus. Ne megörüljetek. Mert pár évben lejöttek az állítettek a cápálisták. Így jöttek az apostolok. Nem megörüljetek. Hanem annak, hogy már van egy piros ötös, vagy egy piros pont. Fönn a mennyek országában a próba. Tehát már használ benneteket az Isten. Annak örülj. Ne annak, hogy ezek most ráfásztak. Nem fásztak rá, mert jóval lettek. Aztán másodszor megint elkép őket, jönnek őt. Hát menj most rád. Annak megy. Nem megy. Hát mondtól meg. Bénát gyógyultak, ott se voltam, fizikailag. De ott volt persze, tanítványaiban. Akkor betegek gyógyultak, ördögtől megszállottak, rendben tettek, most már semmi, ha most már semmi. Sárszok, akkor ti valamit, múltkor nem úgy csinálni, ami minden tud csinálni, ami minden. Na vegyünk sorra, imavó. Vesz, úgy toltuk, úgy mondtuk a rózsa ügyét. Bocsánatok, mondja, akkor még nem. Úgy toltuk a sortárnak, úgy nyomtuk. Már nem szokott az ég. Hát tényleg meg nem rájöttet. És bőjt volt, hát mondjuk meg nem. Most tanulom, hát mondjuk minden lehetett. Srácok, hát az úgy nem volt. Hát hányszor mondjuk? Hát hányszor mondjuk? Kényelmes keresztény, milyen keresztény? Ha bárkire bármi megállt, megváltottam bármit. Bűnt el lehet követni gondolattal, szóval cselekedettel és ulasztással. Nem szerettem volna ulasztani, mert meghívtak és ide mindig örömmel jövök, annak is örülök, hogy az átlag életkor, talán én 68 voltam, e fölött van, ahogy látom, de látom fiatalokat is, és nem valami kéne. Úgyhogy még úgy látszik, nem tudom kellő minőségben hatni a fiataljaikra, mert az ördög mindig csinos volt, és van, hogy a csinos, mint most nagyon nehéz neki. Hogy kedvet találjanak ehhez a imádságos, önmegtartóztatós keresztény életre, nehez. Pont önmagunkra. Mi is miket kaptunk az öregapától, apától, anyától, fiatalkorunk, mert akkor ugye az emberben dúlnak a hormonok, meg az önmegvalósítás, meg aztán még jó, ha az ember megéri a saját megtérését. És pedig a tisztító tűzben, bár az is már nagyon jó, tér meg az ember, mert ott valaki még imádkozik érte, hogy kijöjjön. Úgyhogy ha valaki megbántottan, ne haragudjanak. Tudják, az az orvos, aki ha vág, és kiveszi a rossz részt, vagy a kenyet, az még nem gyilkos. De ha azért vág, doktorátus diplomával, hogy abortuszhoz és eutanáziához löfője a páciást, akkor gyilkos. Nézzék meg a humán parancsolat. Apádat, anyádat tisztelt, már nincs apa, egyesbe, kettesbe, hát csak matematikai lesz belőle.
és a merő abortusz eutanázia. Mit mond a szűzön? Megyugorító, hogy ezt minden mondom. A legszörnyűbb bűn, amit az emberiség elkövethet, az az abortusz és az eutanázia. Mert belenyúl a teremtő és a megváltó életét. És egyben a Szent Lélek meg is bele durrant egyet. Mégis, ha bárkinek és most úgy érzi, hogy én megbántottam, bocsánat kérek tőle, de itt tartok. És muszáj mondanom, mert rövidül a táv, nem tudjuk, hogy még a földi életünkben, vagy föntről, remélem nem lentről fogjuk az ibolyák szagláson keresztül látni, de ez a borzalom, ami folyik a világban ebbe, ez már a csak az ember előtte. És soha semmi nem tudott az ember csak magában, egyedül rendet, átjárulnál, mert átjár. És azt mondja József, hogy vegyetek erőt magatok, és a legelőször is a legegyszerűbb dolgokhoz lássák. Adódjatok össze, hogy roppant módon végtelenség valahogy megközelítsék. Hát ebben a végtelen útba kívánok végtelen boldogságot mindjárt. Így sértessék Jézus Krisztus.